Az volt a probléma, hogy annak idején nem hengerre helyezték el a képeket, hanem csak egyszerűen föltekerték, és ez volt az egyik legnagyobb, ezért a széle teljesen tönkre ment, mert egyszerűen letették a földre, vagy leállították, ez teljesen összenyomódott, tehát deformálódott rettenetesen. Azt alkalmazom, hogy az alapozásban enyv van most ezeknél a képeknél. Márpedig az enyvet aktiválom azzal, hogy gőzölöm. Tehát egy nedves textil, meleg vasaló, és így az enyv aktiválva, és ki tudom simítani. Hát addig csinálom, amíg végül kisimult a kép, és ekkor jön, amikor impregnálom egy bevanevű szerrel, beteszem a présasztalba, ez egy vákumszivattyús présasztal, és kisimul. Nem voltak piszkosak ezek a képek, tehát nem volt szennyeződés rajta. Úgyhogy olyan sokat nem kellett tisztítani, vagy komolyabb tisztítást nem kellett végezni. Utána jött a hiányok pótlása, ez a felület folyamatossági hiányok eltüntetése, és aztán az esztétikai helyreállítás, a retusálás. Én nagyon szeretem Vasarit. Szerintem ez egy kis csoda ez a kép. Vasari János budapesti Kálvária című képében nem törődnek már a megváltóval. Mindenki rohan. Ebben az egész forgatagban, itt nagyon halványan, ebben a fénycsóvában Krisztus megpihen a kereszttel. Néhány száz évvel ezelőtt születtek olyan művek, amin Mária ül a kisdeddel, és hátul a falon ott van Krisztus a kereszten. Na most Vasari ezt felhasználta, és tulajdonképpen Krisztus csak egyetlen szereplő fordul felé, az pedig Mária a kisdeddel. Na most ő ezt, ahogy átfordította, számomra hát ez egy csoda. Ez a kép egy parafrázis. Ott, ahol az emberek vannak, ahol jönnek, mennek, az van ebben a fénycsóvában. Hiszen este van. Ha megnézzük, a háttér az a fényekből áll. Ezért vannak ezek a kicsi fények, ilyen erős festékkel felhordva. Különben a sötét, hiszen a parlamentnek a sziluettje is a Dunán látszik, hogy hullámzik, ami a hullámokat megint csak nagyon vastag, sötét ecsetvonásokkal oldotta meg. A Lánchídnak az íve, az tulajdonképpen megszakad egy idő után, és a vékony, nagyon vékony festékbe belekaristolta. Az emberek ott jönnek, mennek, minden ugye a fénybe történik. Vasari imádta a fényt, a Párizst, a nagy fényeket. Sok festő ettől megijedt. Őneki pedig ez mindegy ilyen szárnyakat adok volna, ahogy festett, és ebbe is ez az öröm van még akkor is, ha ilyen nehéz témához nyúl, ami azért nagyon, ennek nagyon örülök, hogy ezt a képet megfestett. Ennek van előzmény képe is, de ez a tökéletes.